Hashtag Amber Alert. Az utóbbi napokban ismét futótűzként terjed a kifejezés a közösségi oldalakon. Az Amber Alert, vagyis a borostyán riasztás nevű rendszer bevezetését szeretni ugyanis számos szerbiai szülő, polgár és aktivista. Posztokkal, fotókkal hívják fel a figyelmet arra, mennyire sürgős lenne a rendszer bevezetése. Hogy a gyakorlatban hogyan is működik az Amber Alert, Igor Jurić, a Tijana Jurić alapítvány alapítója mondta a Pannon RTV-nek. Kada se sistem pokrene, bukvalno se prekidaju svi televizijski programi, radio emisije i objavljuje se vest da je nestalo dete sa fotografijom i informacijama koje policija u tom momentu dostavi samim medijima. Zatim na utržnim centrima će na LED ekranima morati da se objavi fotografija deteta sa takođe istim tim informacijama, na benzinskim pumpama, na mestima gde je zaista velika frekvencija ljudi. Tulajdonképpen az egész ország bekapcsolódna az eltűnt gyermek felkutatásába. Felmérések szerint 10 elrabolt gyerek közül 7 előkerült az Amber Alertnek köszönhetően. Igor Jurić elmondta, hosszú évek óta azon dolgoznak, hogy Szerbiában is elérhető legyen a rendszer. Korábban bürokratikus falakba ütköztek, most azonban már látják a fényt az alagút végén, fogalmazott Jurić. Mi nastavljamo našu kampanju, ali imamo i obećanje iz MUP-a da će se ozbiljno raditi na tome i ako je to zaista tako i ako se ta obećanje ispune, imamo velika očekivanja i nadanja da će do kraja 2023. godine sistem profunkcionisati i u našoj zemlji. Az Amber Alert rendszer 1996-ban indult az Amerikai Egyesült Államokból. Nevét egy 9 éves kislányról, Amber Hagermanról kapta, akit kerékpározás közben raboltak el, majd brutálisan meggyilkoltak. Európában a rendszert az Amber Alert Europe koordinálja.